Azt megígérhetem nektek, hogy az elmúlt hónapok tanulmányaiból rengeteg új dolgot hoztam nektek, pont azért, hogy segítsem azt, hogy átlássátok ti is az összefüggéseket, és akkor kezdjünk is bele, hogy mit is jelent az, hogy funkcionális táplálkozás. A funkcionális táplálkozásnak az a lényege, hogy egy életen át olyan tápanyagokkal lássuk el a szervezetünket, hogy azok a tápanyagok folyamatosan az egészségünket támogassák. Amikor egészségesek vagyunk, akkor képesek vagyunk megvalósítani az életcéljainkat, le tudjuk győzni a bennünket körülvevő és kívülről folyamatosan érkező kórokozóknak a támadásait, és a szervezetünkben állandóan zajló, megújuló folyamatokat is tudjuk támogatni. A szerveinket felépítő sejtek időről időre ugye elfáradnak, és elpusztulnak. Ez egy teljesen természetes élettani folyamat. A helyükre a testünkben termelődő őssejtek állnak be, és alakulnak át egy adott szerv működését támogató sejté, például beállnak májsejtnek. Ez a lebontó és felépítő folyamat nagyon sok energiát és nagyon sok tápanyagot igényel. Mi emberek, ugye egy életközösségnek vagyunk a tagjai, az emberiségnek vagyunk a tagjai, és együtt élünk a körülöttünk élő környezettel, amit ugye ökoszisztémának nevezünk. Viszont bennünk és rajtunk is él egy ökoszisztéma. A bőrünkön vannak olyan mikróbák, amik a külső védelmet biztosítják, és más funkcióval bír az, amelyik itt van a homlokunkon, más az, amelyik a hónunk alatt van, megint más az, ami a sarkunkon, megint más, ami a nemi szerveknél. Tehát a bőrünkön is különböző működésű mikrobák vannak. És ugyanígy van egy belső védelmünk is a vastagbélben, és ott is laknak mikrobák, akik szintén velünk szimbiózisban élnek, és együtt működnek velünk. Amikor mi megadjuk nekik azokat a tápanyagokat, azokat a rostokat, amiket ők meg tudnak emészteni, akkor ők cserébe vitaminokat állítanak elő, tápanyagokat termelnek, ami a mi szervezetünk számára a felépítő folyamatokat támogatja. Ennek az ökoszisztémának a harmonikus működése az egészségünknek az alapja, hiszen ugye ezek a bélbaktériumok az immunrendszerünknek nagyon nagy százalékát teszik ki. Amikor ez a harmonikus működés felborul amiatt, hogy helytelenül táplálkozunk, akkor viszont olyan kórképek alakulnak ki, mint ugye a bélgyulladás. Ha egy gyulladásos folyamat folyamatosan fent áll, akkor ott különböző szöveti elváltozások alakulhatnak ki, ilyenek ugye a polipok, súlyosabb esetben a daganatok, illetve hogyha ez a gyulladás fölmaródást okoz, akkor kilyukad a bél, és akkor meg lyukas bélszindróma alakulhat ki. Amikor ugye megesszük az ételeinket, akkor az ételeinkből a szervezetünk a lebontó folyamatok segítségével szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat állít elő, ugye arra bontja szét, és utána a sejtjeink ezekből az alap építőkövekből épülnek föl, és építenek föl minket az ételeink. Tehát ugye Hippokratész is megmondta, hogy az ételed legyen az orvosságod, és az orvosságod az ételed legyen. Azt is biztosan hallottátok már, hogy azzá leszel, amit megeszel. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minél tudatosabban válogasd meg, hogy mik azok az ételek, amiket beteszel ide a testedbe. Nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy azokat az ételeket edd, olyan zöldségeket és gyümölcsöket, amelyek a te éghajlatodon teremnek, és abban az évszakban, amikor éppen megérnek. És ez azért fontos, mert a növényeknek a külső burkán, tehát az almának is, a héján, a répának is, a paradicsomnak is, tehát amikor érik, a külső héja tartalmazza azokat a mikróbákat, amelyeket, hogyha megeszel, akkor abban segítenek, hogy azt a gyümölcsöt, meg azt a zöldséget le tudja bontani a szervezeted. Tehát, ahogy mondtam, ökoszisztémában együtt élünk, és a növények is abban támogatnak minket ezekkel az anyagokkal, hogy le tudjuk bontani, amikor megettük őket. Amikor fermentált élelmiszereket eszünk, ilyen ugye a savanyú káposzta, akkor szintén azokat a mikróbákat esszük meg a káposztával együtt, amelyek az emésztőrendszerünk működését támogatják, és ami abban segít, hogy tehát, hogy meg tudjuk emészteni ezt a fermentált élelmiszert.
Ugye az életmódunk a 21. században nagyon-nagyon eltávolodott attól, ahogyan az emberiség élt mondjuk 100 évvel ezelőtt, de akár 50 évvel ezelőtt is. Ma már az embereknek csak a töredéke az, aki saját maga termeli az élelmiszerét. És ugye régebben, amikor sokkal több háztáji gazdálkodás volt, akkor sokkal több fizikai munkát is végzett az ember. Ma ez a fizikai munka is lecsökkent, és az alapvetően a szervezetünk ugye arra van kitalálva, hogy munkát végezzen. Ma a munka az a billentyű kopogtatás, ugye meg, hogy székben ülünk, tehát hogy nagyon-nagyon fontos lenne a mozgást is mindennapi szinten visszahozni az életünkbe. Az élelmiszeriparnak a tömegtermelése miatt rengeteg vegyszer kerül az ételeinkbe. Ehhez a gyors változáshoz, ahogy tehát az ételeinknek a minősége megváltozott, ehhez a gyors változáshoz a szervezetünk kevéssé tud alkalmazkodni. Ez ott mutatkozik meg, hogy egyre gyakoribbak az emésztőrendszeri kórképek, és ezeknek a kórképeknek a következménye az, hogy egyre több krónikus betegség alakul ki, egyre több cukorbeteg van, egyre több magas vérnyomás. Tehát, hogy hiába élünk jó módban, hiába van mennyiségileg nagyon sok élelmiszer, mégis az élelmiszereinknek a minősége az viszont egyre rosszabb. És így a táplálkozásunk is egyre rosszabb minőségű. Tehát tényleg tudatosan oda kell figyelni, hogy mit teszünk. Mit tudunk tenni tulajdonképpen? A tudatos táplálkozás az a tudatos egészség formálásnak az alapja. Hogyha odafigyelsz arra, hogy nem gyorsételmi élelmiszereket eszel, nem konzerveket, cukros, meg szénsavas üdítőket, meg olyan gyümölcslének látszó dobozos italokat iszol, amit a boltban ugye könnyen meg tudsz vásárolni, hanem helyette olyan italokat fogyasztasz, mint például a lemonzi, amit ugye nyáron úgy tudsz inni, mint egy hideg limonádét, télen úgy tudod inni, mint egy finom teát, hogyha zöld teát fogyasztasz, hogyha rozelle juice-t iszol, ami nagyon-nagyon magas C-vitamin tartalmú, hogyha olyan kávét iszol, ami ganodermát tartalmaz, és az lugosítja a szervezetedet, és ezek mellett, az italok mellett odafigyelsz arra, hogy tiszta vizet iszol, akkor már is nagyon-nagyon sokat teszel az egészségedért. Aztán ugye most a méregtelenítéssel kapcsolatban érdemes odafigyelned arra, hogy a húsokból most időszakosan egy kicsit kevesebbet tegyél, és fogyassz helyette több halat, zöldségeket, amennyit csak lehet nyersen, illetve párolva. És a gyümölcsöknek a fogyasztásához pedig egy nagyon-nagyon jó tanács. A gyümölcsöket akkor edd, amikor a főétkezésed előtt fél egy órával fogyaszd őket, mert akkor, ha a főétkezés előtt teszed a gyümölcsöt, akkor az beindítja az emésztésedet. Tehát kifejezetten támogatni fogja azt, hogy utána, amikor jön az ebéd például, akkor az abban lévő tápanyagok sokkal jobban tudnak felszívódni. Ha viszont egy főétkezés után eszed meg a gyümölcsöt, akkor az ételnek a lebontási folyamatait fogod gátolni, mert a gyümölcsben lévő gyümölcscukor az egy erjedési folyamatot fog elindítani. Jó? Tehát gyümölcsöt azt mindig a főétkezés előtt tegyél fél órával. Ugye, a funkcionális táplálékok olyan élelmiszerek, amelyek úgy táplálják a szervezetünket, hogy közben a szervezet öngyógyító folyamatait is támogatják. Erre kiválóan alkalmas a Ganoderma lucidum, a GL, a Reishi Ganó, az RG, és a spirulina. Ez a három élelmiszer, funkcionális élelmiszer, olyan alapvető tápanyag, ami a szervezetünk mindennapos méregtelenítő, lebontó és felépítő folyamatait támogatják. Tehát amikor azt érzed, hogy egészséges vagy, akkor már kezd elszedni a GL-t, az RG-t és a spirulinát. Mert ugye a megelőzés az a kulcsa a hosszú távú egészségednek. És hogyha a megelőzésre hangsúlyt fektetsz, akkor sokkal jobban le tudod redukálni azoknak a napoknak a számát, amikor egyáltalán egy kicsit is betegnek érzed magad. A GL-ből és az RG-ből a megelőzéshez
Napi 3-6 kapszulát érdemes fogyasztani, attól függően, hogy hány kiló vagy. És a spirulinából is napi 5-8 tablettát érdemes enni. Amikor viszont méregtelenítünk, és tehát egy évben egyszer legalább elkezdünk egy nagy takarítást a szervezetbe, akkor ezeket az adagokat is érdemes a duplájára fölemelni. Tehát egy ilyen méregtelenítési időszak az ilyen 6-8 hétig, legalább 6-8 hétig érdemes csinálni, és úgy tudod elindítani, hogy a GL, RG és spirulinának az adagját megduplázod. Utána az évelei méregtelenítő programhoz hozzáteszed az enzimes italoknak a királynőjét, a kordipány italt. Ugye legtöbben hordozzuk magunkban az életmódunk következményét, ami rejtett krónikus gyulladások formájában jelenik meg. Vannak, akinek ezek a gyulladások nem is annyira rejtett formában jelennek meg, mert hogyha valakinek állandó ízületi fájdalma van, bélgyulladás következtében rendszeres hasmenése, vagy haspuffadástól, diszkomfortérzéstől szenved, refluxos tünetei vannak, nekik már nem annyira rejtett ez a gyulladás. Ezeknek a gyulladásoknak a leküzdésében segít a kordipány. A benne lévő kordiceps gomba és a fermentált ananászban lévő bromelin két olyan hatóanyag, ami a gyulladásos folyamatok kezelésében kulcsfontosságú. A kordipány ugye kordiceps gombát is tartalmaz, és a kordiceps gomba az regenerálja a májsejteket, tehát a májsejtek megújulási folyamatát támogatja, javítja az epének az áramlását, és így jótékony hatással van a vékony bélben az emésztési folyamatokra. A kordiceps gomba, amikor bekerül a szervezetünkbe, akkor az erek faláról is leoldja a messzes lerakódásokat, és a vérnek az állagát, a sűrűségét is lazítja. A bélrendszerben lerakódott salakanyagok távozását is nagyon-nagyon nagy mértékben elősegíti. Ezeknek a gyulladásoknak a megszüntetése visszaszorítja azoknak a toxikus anyagoknak a termelődését, ami egy ilyen gyulladás következtében kialakul, és ezzel egy élhetőbb környezetet biztosítunk ott bent a szervezetünkben az új sejtek számára. A szerveink megújulásának ez a záloga, hogy ezeket a krónikus gyulladásokat megszüntessük. Az emésztés folyamata már a szájban kezdődik. A nyállal összekeveredik az étel, és a manduláinkban olyan mintavevő öblök vannak, amelyek azonnal vegyi elemzést végeznek az ételről, ami a szánkba került. Ezt a jelet továbbítják a csecsemőmirigybe, ami elkezdi legyártani azokat a T-limfocitákat, amelyek az immunrendszernek a katonái. Tehát bármilyen fertőző baktérium van az ételben, amit megeszel, azonnal legyártásra kerül a szervezetedben ennek az ellenszere. És hogyha kivették a manduládat, akkor is maradt annyi csonk, ami ezt a funkciót el tudja látni. Tehát egy gyakorlati tanács megint, úgy alapvetően az életedhez, de amikor szeretnél egy ilyen nagy takarítást, egy ilyen méregtelenítést végezni, akkor mindenképpen figyelj oda, hogy amikor leülsz enni, akkor minden olyan összetevőből, ami a tányérodon van, tehát ha van ott egy kis húsi, saláta, krumpli, akkor mindegyik összetevőből vágj egy kicsi darabkát, és ezeket a kicsi darabkákat egyszerre vedd a szádba, és utána szép lassan legalább 30-szor rágd meg azt a falatot, ami a szádba került, hogy legyen ideje a szervezetednek ezt az elemzést elvégezni. És hogyha ez az elemzés megtörtént, akkor olyan információk jutnak el a gyomrodhoz, az epéthez, a hasnyálmirigyedhez és a vékony belednek a kis sejtecskéihez, amelyek mind-mind azokat az enzimeket fogják elejállítani olyan összetételben, ami ahhoz szükséges, amit éppen most megeszel. Tehát így tudod az ételnek, a benne lévő tápanyagoknak a tökéletesebb felszívódását elősegíteni, hogy legalább az első falatot azt szép lassan rágod meg, és jól összekeveredik a nyállal. Ugye ahhoz, hogy
Ugye a méregtelenítésbe azért szoktunk sokan belekezdeni, mert hogy nem csak az a probléma, hogy méreganyagok vannak a szervezetben, hanem általában túlsúlytól is szenvednek elég sokan. És ahhoz, hogy ettől a túlsúlytól megszabadulj el, ahhoz az egyik fontos kritérium, hogy kevesebb élelmiszert kell bevinni a szervezetedben, mint amit eddig ettél. Mert ugye, amit eddig csináltál, annak a következménye az, amekkora most vagy. Tehát, hogyha más eredményt szeretnél elérni, akkor mást kell csinálni. Azaz, az ételeknek a mennyiségét kell lecsökkenteni, amit megeszel. Tehát, hogyha lassabban eszel, akkor van ideje a szervezetednek feldolgozni az információt, hogy egyáltalán étel érkezik, és hogyha eleve, amit eddig megettél, annak csak a 70%-át teszed a tányérodra, és csak annyit eszel, akkor már egy lépést tettél azért, hogy szépen elinduljon egy ilyen méregtelenítési folyamat, és a zsír raktárakban lévő toxinok szépen kiürüljenek a szervezetből, és ezáltal elkezdjen szépen fogyni. Amikor az emésztésnek a folyamata zamart szenved, akkor a vastagbélben olyan emésztetlen anyagok kerülnek, mint például a hús, amivel a vastagbélben lakó mikrobák már nem tudnak mit kezdeni. Ugye a vastagbélben, láthatod a képen is, jobban ki van emelve pirossal, a vastagbélben már visszaszívás van, emésztési folyamatok ott már nem zajlanak. A vastagbélben lakó mikrobáknak az a feladata, hogy az oda bekerült rostanyagokból ők maguk táplálkozzanak, és aztán előállítsanak különböző építő elemeket, vitaminokat a mi szervezetünk számára. Viszont, hogyha ez a rothadási folyamat indul meg a vastagbélbe, az ugye gyulladást okoz. Ennek a következménye, hogy a bélfalat alkotó sejtek megsérülnek, és a bélből kiszivárog a környezetében lévő szövetekbe a toxikus anyag, és ez viszont számos funkciózavart okoz a környezetében lévő szerveknek, meg az izmoknak is. Tehát ilyenkor alakul ki a derékba sugárzó fájdalom, a csípőbe sugárzó fájdalom, meg a combokba ilyen lesugárzó fájdalom, meg haspuffadás, meg diszkomfortérzet. Azért fontos erre odafigyelni, mert ez ellen is tudunk tenni. Tehát tudjuk táplálni ezeket a mikróbákat, és el tudjuk látni őket olyan tápanyagokkal, amitől ez a mikrokörnyezet szépen újjá tud épülni. Csak meg kell neki adni a tápanyagot, ami a mycoveggie por. Ugye a mycoveggie porban gyógygombák, gyógynövények és zöldségek vannak. 21 féle összetevője van, én csak a legfontosabbakat emeltem ide ki. Cukormentes ez a rost anyag, alacsony a zsírtartalma, viszont nagyon magas a rost tartalma. C-vitamint, kálciumot és vasat is tartalmaz. Pótolja a nyers ételeknek a fogyasztását olyan esetben, hogyha valamiért nincs módunk azt bevinni. Tehát, hogyha valaki legyengült valamilyen betegség miatt, gyerekeknél, akik nem szeretnek zöldséget, gyümölcsöt enni, felnőtteknél, akiknek nincs idejük megpucolni egy répát, vagy összevágni egy almát, tehát nincs időm ezzel foglalkozni, akkor nekik is nagyon nagy segítség az, hogy ezt a mycoveggie port fogyasztják. Ugyanis, hogyha ezt a mycoveggie-t megisszuk, akkor ez csökkenti a gyulladást, lazítja a székletet, és ellátja ezeket a mikrobákat azokkal a rostanyagokkal, amire szükségük van nekik ahhoz, hogy el tudjanak szaporodni a bélrendszerben. Nézzük az összetevőket, hogy mire is jók. A nyálkás úti fűmag, az felszívja a vizet. Tehát éppen ezért, amikor a mycoveggie-t fogyasztod, akkor a benne lévő adagoló kanállal egy adagoló kanálnyit beleteszel 2 dl vízbe, azt összekevered körülbelül 3 mozdulattal, és azonnal megiszod, mert ez a nyálkás úti fűmag, ez azonnal elkezdi magába szívni a vizet, és pillanatok alatt egy ilyen pudingszerű állaggá áll össze. Tehát tényleg fölkevered, és már iszod is. Viszont a bélrendszerből is kiszívja a toxinokat, megköti, és utána ez a széklettel távozik. Viszont rengeteg rostanyag van benne, ami megtáplálja a mikrobákat. Aztán zeller is van benne, ugye az is rostanyag, és nagyon-nagyon sok energiát ad a szervezetnek, illetve aki zeller lékúrát csinált, mert tudja jó, hogy nagyon erős méregtelenítő hatása van a zellernek. A noni parazita írtó hatású,
rostanyag van benne, és gyulladáscsökkentő. Tehát megint három olyan fontos funkció, amire nagyon-nagyon szükségünk van ahhoz, hogy életre keljen újra a bélrendszerünk. A ginkgo biloba magának a bélnek ezt a perisztaltikus hullámzó mozgását támogatja, illetve ugye a bélrend, tehát a bél nyálkahártya nagyon-nagyon sok hajszálérrel erezett, és ezeknek a hajszálereknek a keringését segíti. Indiai citromfű olaj van benne, ami igazából egy ilyen olajozó funkciót lát el, tehát könnyebben csúszik végig a széklet a bélrendszeren. Ez is segíti a perisztaltikát. Ugye hatféle gyógygomba van benne, ezeknek a gyógygombáknak a hatása az, hogy lugosítanak. Van benne még lime, narancs, zöldtea, fahéj, csillagánis, szegfűszeg. Ők ugye mind-mind olyan gyógynövények, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, az emésztésnek a minőségét javítják. Hogyan alkalmazzuk a mycoveggie-t? Egy adagoló kannállal kell beletenni 2 dl vízbe, ahogy már mondtam, és azonnal meginni. Étkezést helyettesítő, tehát hogyha reggel egy ilyen mycoveggie oldatot megiszol, akkor tulajdonképpen a reggelit tudod vele helyettesíteni. Nagyon-nagyon jól elteríti a szervezetedet, tehát a gyomrodat, és hogyha mellé beveszed a GLRG spirulinát, akkor megadsz minden olyan tápanyagot a szervezetednek, amire szüksége van. Tehát egyáltalán nem lesz éhségérzeted. Nagyon-nagyon meglepő volt számomra is, amikor ugye tavaly csináltam először egy ilyen kúrát, egy doboz mycoveggie-t így szépen megettem 2 hónap alatt. Nagyon-nagyon jó érzés volt. Tényleg rengeteg energiát ad a szervezetnek, és egyáltalán nem leszel éhes. Ha meg nagyobb súlyfeleslektől szeretnél megszabadulni, akkor érdemes esténként is, akár minden este, vagy mondjuk minden második este szintén vacsora helyett egy ilyen mycoveggie-t meginni. Hogyha étvágytalanságtól szenved valaki, vagy gyakori a székrekedése, illetve ilyen mentális fáradtsága van, akkor a mycoveggie mellé a morinzi italt érdemes még hozzákeverni, és akkor úgy meginni. Teljesítményfokozásra, illetve méregtelenítéskor, ahogyan már ugye mondtam, a kordipány itallal együtt érdemes fogyasztani. És hogyha valakinek ödémásodása van, tehát ugye a lábában panga víz, vagy az új ízületeiben, meg vese gyengeségben, vesebetegségekben, hogyha valakinek gyakori felfázása van, vagy nőgyógyászati problémái vannak, illetve nyirokpangás esetén, ott a mycoveggie kordipány mellé még egy adagolókanál porilla port is érdemes hozzátenni. Jó, nézzük összefoglalva. Amikor belefogsz egy ilyen méregtelenítési programba, akkor fontos, hogy az emésztésednek a tempójában megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű ételt fogyasszál. Tehát kisebb adagokat egyél egy étkezéskor, és nagyon-nagyon fontos, hogy az üres szénhidrátok helyett inkább mycoveggie-t fogyasszál. Növeld a napi tiszta vízbevitelt. Ez is nagyon fontos, mert amikor ugye elindítasz egy ilyen méregtelenítési folyamatot, akkor ahogy felszabadulnak a toxinok, elképzelhető, hogy egy ilyen fáradtságérzés lesz rajtad. Viszont, hogyha több vizet viszel be a szervezetedbe, akkor ez gyorsabban kimossa a toxinokat, és akkor nem lesz rajtad ez a fáradtság. Ha mégis jelentkezik ez a fáradtság, akkor azt tudod tenni, hogy nem csak reggel, hanem délbe is beveszel a GL-ből, mert akkor több energiád lesz. Ugye sokszor úgy ülünk le étkezni, hogy nem is érezzük azt, hogy éhesek vagyunk. Érdemes erre is odafigyelni, hogy egy kicsit figyeld jobban a testedet, hogy valóban éhes vagy-e, amikor leülsz enni. És ha úgy érzed, hogy nem vagy éhes, akkor nem muszáj ebédelni.
Tehát lehet, hogy te megszoktad azt, hogy mindig 1 órakor ebédelsz, de nézd meg, hogy tényleg éhes vagy-e, és ha nem vagy éhes, akkor told el kicsit későbbre az étkezést. Tehát annyira jó módban élünk tulajdonképpen, hogy már nem is ismerjük azt az érzést, hogy milyen az, amikor éhes vagy. Én ma is úgy ültem le ebédelni, 2 órakor ettem egy tányér levest, hogy amikor leültem, akkor hallottam, hogy korog a gyomrom. Tehát tényleg éhes voltam, és nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni. A másik tanácsom, amit szívből adok neked, az az, hogy szenteld meg azt az időt, amit az étkezéssel töltesz. Tehát ha egyedül leszel, akkor is terítsd meg magadnak azt az asztalt, helyezd oda szépen azt az ételt, és áld meg azt az ételt, amit eszel. Tehát köszönd meg, hogy milyen jó, hogy van ez az étel, amit te megehetsz. Köszönd meg azoknak, akik elkészítették az ételt, hogy de jó, hogy te megeheted ezt az ételt. És ha ez te magad vagy, akkor magadnak köszönd meg, hiszen gondoskodsz saját magadról. Mert hogyha ezt a szeretet energiát beleviszed az ételbe, amit eszel, akkor utána ennek a rezgése fog beléd kerülni. Tehát megint csak több szinten építed a saját szervezetedet azzal, hogy megszenteled azt az időt, meg megáldod azt az ételt, amit megeszel. Végezzünk hetente 3-szor olyan fizikai aktivitást, ami emeli a pulzus számot. Mert hogy, ugye, mint mondtam, sajnos az életmódunkból adódóan sokkal kevesebb a fizikai aktivitás, mint régebben, amit végeztünk. Például a téli szünetben a kicsi lányom valahonnan előkeresett egy ugrálókötelet, és elővette, és elkezdett ugrálni, és akkor elkértem tőle, hogy hát, hagyd próbáljam már én is, meg olyan régen ugrálókötelesztem, és egy pár percet tekertem az ugrálókötelet, és olyan jól felpörgette a keringésemet, meg is izzadtam, és tök jól éreztem, tehát kifejezetten felfrissített azt, hogy tényleg egy 4 vagy 5 percet ugráló köteleztem, ott felváltva játszottunk a Bogival. Úgyhogy érdemes például egy egyszerű ugráló kötél is felpörgetni a keringésedet. A másik, amit teszünk szinte minden este, hogy elmegyünk sétálni, és ez a sétálás is inkább egy kicsit ilyen tempósabb sétálás, tehát figyelj oda arra, hogy amikor elmész sétálni, akkor egy kicsi tempót vigyél bele. Ugyanígy, ha a munkahelyedre mész, tehát hogy gondold végig azt, hogy hol tudod az életedbe beletenni a fizikai aktivitást. És ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, tényleg az alapja mindennek, hogy a cirkadián ritmusthoz igazítva feküdj le aludni. Ami azt jelenti, hogy este 10-kor fekszel le aludni, és úgy, hogy nem viszel magaddal semmilyen kütyüt az ágyadba, hanem tényleg hagyod, hogy lenyugodjon a szervezeted. Az életmódunk leges-leges legfontosabb alapja az, hogy az alvás, ébrenlét ciklusunk az jól legyen beállítva. Tehát nagyon fontos, hogy erre odafigyelj. És csak ezek után jön a táplálkozás, bármilyen érdekes, hogyha az alvás ébrenlét ciklusodat beállítottad, azzal már nagyon-nagyon sokat tettél magadért. Amikor elindítasz egy ilyen méregtelenítési programot, akkor mindenképpen figyelj oda a fokozatosságra. Tehát, hogyha most elkezded, akkor hogyha a GLRG spirulinával indulj, ha már szeded ezeket, akkor szépen vidd fel az adagokat, kezdj el több vizet fogyasztani, kezd el az étkezésednek az átalakítását, tehát kevesebbet tenni, kevesebb húst, több zöldséget, és vásárold meg a kordipányitalt, és amikor 2 hetet már így elkezdtél rákészülni, akkor körülbelül már ott vagyunk, hogy közeledik a február, mert a méregtelenítésnek az igazi időszaka, ugye megint csak az elejénkhez nyúlunk vissza, az a nagy bőjtnek az ideje. Tehát február elején, február, tehát már, január vége, február elején kezd el indítani, amikor már a kordippányt is, meg a májkovegyit is elkezded enni. És akkor 6-8 hétig folytatod ezt a méregtelintést, és akkor mire jön a tavasz, addigra gyönyörűen kitisztítod a szervezetedet.
Amikor elkezded fogyasztani ezeket a termékeket, akkor egészen biztos, hogy a tested jelzéseket fog küldeni. Ez a méregtelenítésnek a különböző tünetei lehetnek. Ennek azért örülje, mert az azt jelenti, hogy beindultak ezek a folyamatok a szervezetedbe, és elindult a sejtszintű méregtelenítés. Hogyha ezek a tünetek nagyon erősek lennének, akkor csak annyit kell tenned, hogy egy kicsit az adagolást visszavenni, meg több, még több vizet inni, jó? Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én kívánom nektek, hogy tábláljátok fel a testeteket egészségesre, és minél többen sikeresen szabaduljatok meg azoktól a felesleges kilóktól és azoktól a mérgektől, amik az étkezésünk miatt és az életmódunk miatt felszaporodtak, de most ezektől megszabadulunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és sok sikert kívánok mindenkinek!